mindenkinek tisztelt miniszter úr, főpolgármester helyettes asszony államtitkárral. Köszönjük elsősorban az érdeklődést, és annyit szeretnék hozzátenni miniszter úr által elmondottakhoz. Én sem szeretném túl hosszúra nyújtani a többlettámogatásokkal kapcsolatos mondandómat. Államtitkár úr ennek a szakmai értője, hogy a kérdéseket szívesen várja majd. Azt önök is tudják, és miniszter úr megerősítette, hogy 2019. január 1-től megszűnt az előadó művészeti szervezetek TAO támogatásának a rendszer és lehetősége. Ezzel párhuzamosan döntött a kormány ezekről az úgynevezett többlet támogatásokról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának, ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól. Erről szólt egy rendelet, ezt részben módosították, részben hatályon kívül lejézték. Valóban úgy, ahogy miniszter úr elmondta, volt itt egy kis harc Budapest érdekében. Ebben a küzdelemben két miniszter engem nagyon erőteljesen támogatott, professzor dr. Kásner Miklós miniszter úr, valamint Gulyás Gergely kancellária miniszter úr, és Gulyás Gergely be is jelentette, hogy a főpolgármester, mondjam azt, hogy követelésére, inkább azt mondom kérdésére, az szebben hangzik. A többlettámogatást Budapest kiemelt színházai továbbra is az eddigiek szerint kapják, a szónak abban az értelmében, hogy a főpolgármester dönthet, tehet javaslatot erről az összegről és ennek az elosztásáról, és a szakminisztérium, illetve a szakminiszter Kásler Miklós professzor úr, miniszter úr ezt fogja mindig jóvá hagyni. Ez a 3,5 milliárd forint, amit a főváros 11 kiemelt színháza kap, ez számottevően jobb, mert több, mint az eddigi összeg volt. A kormány összességében az országban valamivel több, mint 37 milliárd forint többlettámogatást biztosít a színházak számára. Ebből a főváros fenntartásában működő 11 kiemelt színház 3,5 milliárd forintot tudott megszerezni. A színházak, a előadó művészeti szervezetek, hát a mi esetünkben ez a 11 kiemelt színház, ezért február 21. napjától nyújthatta be a pályázatát erre a támogatásra. Szeretném hozzátenni azt, hogy a 3,5 milliárd forint az 540-541 millió forinttal magasabb, mint a 11 színház 2018. évi befogadott TAO támogatása volt, és majdnem 200 millió forinttal több, mint az a támogatás, amelyet a TAO támogatás esetleges megmaradásával a színházak 2019. évben befogadhattak volna elméletileg. Talán gyorsan megemlítem, hogy melyik színház mennyi támogatást kapott. Egyébként a főpolgármester helyettes asszony a színházakkal egyenként is egyeztetett és tárgyalt. Ugye ezek a kiemelt színházaink, a Thália Színház, ők 336 millió forintot kaptak, a Trafó 60 millió forintot, József Attila Színház 220 milliót, a Madách Színház több mint 1 milliárd, majdnem 1 milliárd, 100 millió forintot, az Új Színház 105 milliót, az Örkény Színház 215 milliót, a Budapesti Báb Színház 143 milliót, a Kolibri Gyermekszínház 62 milliót, a Radnóti Miklós Színház 110 milliót, a Víg Színház 840 milliót, és a Katona József Színház pedig 320 millió forintot ebből a többlettámogatásból. Hangsúlyozom és kiemelem,
Ugye a jegybevétel arányában kaphatják a színházak ezt a támogatást, és valamennyi szín, tehát nem csak összességében, valamennyi színház több pénzt kap az idén, mint amennyit tavaly kapott. Ez az összeg egyébként most már pár éve minden évben emelkedett. A folyamat a velem kötött megállapodás végrehajtását, tehát a folyamatot a velem kötött megállapodás végrehajtását, tehát Kástár Miklós professzor úr, miniszter úr vezetésével, Fekete Péter államtitkár úr közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma bonyolította le, és engedjük meg, hogy a város, a színházaink és a magam nevében megköszönjem Kástár Miklós professzor úrnak, miniszter úrnak a támogató együttműködést és az őszinte segítséget. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket!